Első alkalommal rendezik meg december 2-án és 3-án az első Diego öreg fiúk pénzdíjas teremlabdarúgó tornát Újfehértón. Székely János és Kranyik István szervezők szeretnék, a hagyományként élne vissza minden évben az esemény. Eddig 17 csapat adta le a jelentkezését, de még november 26-áig lehet nevezni. 35 év felettiek, tehát idéző ebbe öreg fiúk torna, mert nagyon sok aktív futbolista van. Eddig 17 csapat adta le a jelentkezését, vasárnapig lehet jelentkezni a tornánkra. Debrecenből jön egy komoly csapat, Kerekes Zsombor, Sándor Tamás, Zsombi Tibor nevével fémjelezve, illetve a nagynyíregyháziak, a Szatke Zoli, Ádámszkijék, akik biztos, hogy ott lesznek, Erdei Zoli Nyírbátorból, tehát nívós tornánk lesz. A csapatok 2x12 perces mérkőzéseket vívnak. A csoportokból az első két csapat jut tovább, majd egyenes kieséses rendszerbe folytatódik a torna. Az érdeklődők számára a rendezvény ingyenesen látogatható.